A Future Talks vendége Kürti Sándor, a Kürt ZRT alapítója. Szívesen örülök, hogy... Szia, de jó, hogy meghívtál. Örülsz, hogy itt vagy? Igen, nagyon. Belevágnék azért a dolgok közepébe, mert azt gondolom, hogy neked lehetett valami jövőbe látó képességed már nagyon régen, tehát már 30 éve, akár 40 évvel ezelőtt, amikor ti elkezdtetek információbiztonsággal foglalkozni, ami igazából nagyon sokak által nem is ismert terület volt, és most úgy néz ki, hogy az információbiztonság innentől kezdve nem, hogy él és virul, de hogy újabb és újabb területekre tud bemerészkedni. Volt neked ilyen jövőbe látó képességed? Semmilyen ilyen képességünk nem volt. Egy testvérem volt és van is, Kürti Jánosnak hívják, és őneki volt egy szabadalma. És nekem meg volt egy kiváló állásom, Százhalombattán az olajiparban dolgoztam, mert én arra voltam felkészítve, de onnan ripsz-ropsz kirúgtak, és egy fél évig depressziós voltam, és János azt mondta, hogy hát tudok rajtad segíteni, egy kicsit gyere segédmunkásnak hozzám, mosogassál ilyen műanyag valamiket. Na, és akkor innentől kezdve ő pedig mágneses adattárolókat javított már maszekba, hogyha de olyan vegyes gazdasági vállalkozások közepette, amit nem is akarok elmagyarázni, de tehát magához vett, és adattárolók javításával foglalkoztunk, és aztán egy folyamatosan belekeveredtünk az adatmentésnek nevezett fogalmi körbe, és aztán az információ biztonságra. A kanadai állam a rendszerváltáskor Magyarországra küldött olyan idős embereket, mint most én vagyok, vállalatvezetőket, és ők fizették, és hozzá, mi is kértünk egyet, nem, csak az ebédjét kellett oda eléje tennünk, és az alapkérdéseket föltette, hányan vagytok? Hát 10 voltunk, de mondtam 12, hogy azért lássa, hogy azért mi egy nagy vállalat vagyunk, és hogy hány kompetenciánk van. Hát mondtam, hogy olvasd el a honlapunkat, már volt honlapunk, hát volt vagy 12-15 ott felsorolva. És azt mondta, hogy ti hazudtok. És én mondtam, hogy ezért jöttél te ide, hogy ezt most szembesítsél, hogy de hát mondom, hát olyan nehéz itt megélni, hát mi hálózatot építünk, számítógépet javítunk, meg még adatot is, mert mit tudom, mindent csinálunk, csak hogy én nehogy ilyen dögöljük. Azt mondja, mondj egyet. Hát mondom, adatmentés az olyan nagyon jól hangzott, az senki más nem tudott ilyesmire. Szóval ez nagyon jó. Akkor ezentúl csak ezről beszéljünk, és csak ezt csináljátok. És egy év múlva visszajött, de még ugyanúgy, hát akkor csak erről beszéltünk vele, de amikor elment, megint kiírtunk mindent a 15-öt. És azért, lesz és neked tanácsadom. Igen, de ez egy ilyen kis ember volt, de így kilóra annyi volt, mint én, csak így. És így nézett rám, de egy világítószlopra, és azt mondta, hogy nem hiszem, hogy a kanadai állam ilyen hülyéknek ad pénzt, mint ti vagytok. Na és ez azért az szíven ütött. Az úgy, és akkor... Tehát így kezdődött az, amit te most mondtad, hogy akkor megéreztük. Mi nem éreztük meg, csak ő préselte ki, hogy nem lehet máshogy vállalatot csinálni, csak kompetenciával, és egyel kezd el, mert azt kell fölépítened, akköré kell a marketinget, a piát, és majd, hogyha már 100 embered lesz, akkor majd kezdjél el 2-t, 3-at, 4-et. És 10 év múlva, tehát ez 89-ben volt, 1989-ben történt ez. És 99-ben fölhívtam, és megkérdeztem én, mint tulajdonos, megengedné-e nekünk, hogy mi még egy dolgot bevegyünk a portfóliónkba. Azt mondja, na mondjad. És mondtam, hogy hát még ezt az információ biztonságot is, mert vagy adatot mentünk, vagy az információ biztonságról, a kettő az ilyen. És ez nagyon jó, ez egy tie-in business, ez egy kapcsolt vállalkozás, ez nagyon jó. Az annak kár, hogy nem én találtam ki, mondja ő. És akkor azóta van az, amit te mondtál, hogy nagyon jó, mert igazából technológiában a kettő az ég és föld. De kapcsolódik, mint termék, mert vagy adatot kell menteni, vagy meg kéne védeni az adatot, hogy ne kelljen menteni. És sok okos tojás mondta nekünk, hogy hát ez a saját üzletünket rontjuk.
És nem, nagyon jól mondta ez a kanadai, nem, ez a saját üzletünket építjük, mert mi kis játékosok vagyunk a marha nagy piacon, de ott fölözünk rendesen, mert az adatmentés elismerve, ha valaki elégedett velünk, akkor adatmentést kér, vagy információbiztonságot kér, ha pofára esett, akkor adatmentést kér, ha egyszer adatmentést kért, akkor utána kér információbiztonságot. Szóval lényegében ez nagyon-nagyon köszönhetően a kanadai államnak. De hogy látod egyébként a hazai cégeknek az információbiztonsághoz fűződő viszonyát? Most már tudatosabbak? Mert régen azért lehetett hallani olyan történeteket. Eddig, nem. Én ezt így tiltakoznék ezzel ellen, a régi történetek ellen. Ezt mindenki értékarányosan kezeli az információbiztonságot. Tehát a hazai cégek nem bunkók a vezetők, tehát azok normális felkészültek. Most vannak persze szélségesek, de arról nem akarok beszélni. Tehát hülyék mindenhol vannak, nem kell a cégekhez menni, ki kell menni az utcára, és a többi, és a többi. De azért a cégek értékarányosan viselkednek. Tehát, hogy annyit költenek a biztonságra, amit úgy érzik, hogy kockázat arányosan, szerintem. És azért elég jó helyen tudnak már keresni az interneten, tehát, hogy mi mekkora kockázatot vállal, mi mennyi, tehát utána lehet járni, és igenis, most a cégek alatt én azt értem, hogy legalább 10 vagy 12 fő fölött legyen, tehát, hogy ilyen, hogy mert egy-két személyre nagyon nehéz a feladat, akkor jó az is, hogyha egy felhőbe fölteszi, aztán hagyja, majd lesz valami, de ennél nagyobbat azért már igenis utána kell járni, és állandóan változik, minden változik. Egy nagyon bonyolult helyzet van az informatikának, nem hasonlítható azokhoz a nagyszerű nagy rendszerekhez, amit az emberiség kidolgozott. Tehát egy gyógyszergyár az olyan, ha megmernéd próbálni, hogy elkezdesz egy gyógyszert összekeverni egy másikkal, és az, hogy itt van egy harmadik gyógyszer, a legkevesebb, hogy leültetnének. Na, az informatika nem ilyen. Veszel egy ilyet, veszel egy olyat, összedugdosod, aztán tessék, itt van egy harmadik. Ebből adódóan a minőségbiztosítás az informatikában, hát mondjuk elég nevetséges, és ahogy nem teheted meg se a gyógyszerrel, se egy villamos géppel, se elektromos szerkentyűvel sem, hogy te majd úgy nem tartod be azokat a szabványokat, amiket előírnak rá, a légi közlekedésben nem tartod be, hülye vagy, mert mit tudom én, kést viszel, vagy akár, az súlyosan megbüntetnek az informatikában, hát ez nem így van. Ennek is megvan az oka, van egy ilyen fejlődésem, azt állítom azért, mert nagyon kis helyre koncentrálódott az az elképesztően nagy tőke, ami fújja a passzát szelet. És ez olyannyira, hogy például az Egyesült Államok a 80-as években a legnagyobb telefontársaságát, a Bellt szétkapta, egy hét alatt szétszette azért, hogy ez már akkorát terjeszkedik, hogy ez már nincs verseny a telefon piacon. Amikor a Microsoft megjelent, akkor már ezt nem tudta megtenni, mert a Microsoftnak jobb ügyvédei voltak, mint az Egyesült Államoknak, és nem tudta a Microsoftot. És ma már a Microsoft egy köröm alatti kosz azokhoz a játékosokhoz képest, akik ma fújják a passzát szelet. Ez mondjuk egyébként van rá törekvés a trösztelenes törvények hát kapcsán. Hogy... Nem ezt mondom, hogy nincsen, csak én most gyorsan ki akartam végezni ezt a témát, mert hittem, hogy a kürtről akarunk beszélni, és nem a világról, csak egy világképet akartam fölvázolni, hogy az informatika ilyen, és ebből adódóan, hogy a te kérdésedre letegyem a válaszra a végén a pontot, úgy gondolom, hogy az ilyen típusú feladat, amit a kürt végez, az a következő 20-30-40-50 évben, sajnos olyan színűnévből állva, én már nem fogom azt megérni. De ez megéri. Ne legyek kis hitűt. Jó, akkor meg fogom érni, de a lényeg az, hogy ebből a típusú feladatok végzéséből még szerintem meg lehet élni, emiatt a háttér miatt. Más szavakkal, kedves szülők, ha gyereketek van,
az információ biztonsággal, ha elkezd foglalkozni már az iskolában, az egyetemen, és a többi, biztos állása van. Ha csak teherautósofőr akar lenni, félek, hogy ez nem le fog bejönni. Szerinted azoknak lesz biztos állásuk, akik most ma valamilyen a mesterséges intelligenciához, az internethez, az információbiztonsághoz, tehát ezekhez a típusú területekhez kötődő szakmát választ, vagy ilyen irányú tanulmányokat folyamatosan képesek fejlődni, igen. Ezekhez, és folyamatosan, mert életkedvük, életvitelük, életformájuk lesz az, hogy a nyakukon lévő gömböt azt folyamatosan használják és fejleszik, és ez lesz az élvezet a számukra. Erre lesznek beállva, és igenis így vannak. Tehát hallottam azt a mondatot, hogy kérem szépen, a Harvardon nem azért mennek oda a Harvardra a világ legokosabb gyerekei, mert ott vannak a világ legjobb tanárai, a túrót. A világ legjobb tanárai mennek azért oda, mert a legokosabb gyerekek oda akarnak menni. Így fordult a világ, de ezzel semmi bajom nincsen, márpedig ehhez az állításhoz, amit kimondtam, hát nem kellett volna megőszülnöm. Itt volt nálunk Külői Péter ebben a műsorban, és ő azt mondta, hogy szerinte a kódolás az már ugyanolyan, mint az angol nyelv tudás, tehát hogy nélkülözhetetlen, már ebben a mai világban is, de hogy a jövő szempontjából biztosan. Ezzel egyetértesz? Hát igen, én még PL1 nyelven kezdtem el kódolni, tanulni, és nem ártott meg. Nagyon igaza van, de itt is azért rengeteg lépés van, és az nem ugyanaz, hogyha valaki az angol nyelvet az utcaszinten beszéli, az irodalom szintjén, vagy a műszaki élet szintjén. Ugyanígy a kódolásnak is rengeteg formája, fajtája van, de az, hogy valaki tudja, értsen hozzá, tudja, hiszen megint azt akarom mondani, hogy igen, az ilyen típusú emberfajtára nagy szükség van a következő 10-20-30-50 évben. Küllői Péter tudja a tutit. Hát akkor mindenkit hozzá fogunk küldeni, hogy ezt mindenkinek el tud mondani. Nem kell, hát ezt ti elmondjátok, és az annyira jó ez a műsor, hogy a világon mindenhol megnézik, és akkor alá mondják, és akkor alá lesz írva oroszul nekem, hogy Tavárisz Kürti. Tavárisz Kürti, a ti alapítványi gimnáziumotokban egyébként például a gyerekeknek tanítotok kódolást, vagy őket próbáljátok azokba az irányokba terelni, amiben azt gondoljátok, hogy a jövőt megtalálják? Így nem. Tehát, hogy az a gimnázium a nevemet viseli, én vagyok az alapítója, de egy ilyen alapítványnak a törvény szerinti kerete az az, hogy az alapító nem szólhat bele az iskola működésére, arra van egy kuratórium. A kuratóriumban a Magyarországon megtalálható legjobbak közül választottuk ki azt, azokat, akik ezt az iskolában eldönthetik, hogy mit akarnak. De az iskolának van egy vezetője, és ebből adódóan én már csak az eredményeket tudom elmondani. Az iskolában minden gyereknek megvan a szabad választása, tehát ha kódolni akar tanulni, semmi akadálya, tanulhat kódolni. Ha nyelvet akar, semmi akadály, de ha melyik nyelvet, melyik kódnyelvet, azt is megmondhatja. Tehát jelenleg 14 nyelvet tanítanak a Kürt gimnáziumban, alapítvány gimnáziumban. Azért, mert 14 fajta gyerek biztosan már megmondta, hogy ő nem angolt, nem németet, nem orosznos, nem ugye, hanem nem tudom én milyen nyelvet akar, és akkor odavarázsolták azt a tanárnőt. Tehát ilyen mértékben demokrácia van az iskolában, a választhatóság személy. De olyan mértékben is van, hogy mivel Magyarországon a középiskolás korú gyerekeknek a 27%-a valahogy zizikés, tehát valahogy nem a tökéletes megálmodott típus, ezért a pedagógusok, akik fölveszik a gyerekeket, és nem én veszem föl, nem az igazgató, hanem a tanárok veszik föl a saját osztályaiban a gyerekeket, azok
pontosan tudják, hogy 27%-uknak olyannak kell lennie, aki kerekesszékesek vagy, hogy az iskola ne egy ilyen más világ legyen, mint nem egy elit képző, hogy kérem, itt sose lát, de bizony, ott látni fogod a kerekesszékes gyerek, és azzal is törődnöd kell, és tehát, hogy egy ilyen, hogy hívják, hogy tehát például, tehát én pontosan tudom, van egy fogadott gyerekem, oda jár az iskolába, és rengeteg problémával küzd. És imádja az egészet. Most ővele, amikor általános iskolás volt, akkor őt verték. Azért, mert dadogott, mert másféle volt, dagadt volt, ilyen volt. Annyit tett ő, én, meg mások is az ő érdekében, hogy azt mondtuk, hogy figyelj ide, valószínűleg nagyon nehéz lesz a te dadogásodat megszüntetni. De az, hogy téged mindenki verjen, azt meg lehetne oldani. Ez olyan 11 évvel ezelőtt kezdődött ez. És egy olyan 3-4 év múlva ez a high réteg felcsúszott ide a karjára izomnak. És onnantól kezdve az első gyereket kiütötte. Anyuka mondta, ne, hát az ne, mondtam, nem, nincs ezt, az elsőt, az meg kellene, aki heccelni. Aki úgy érezte, hogy hát ő még mindig dagadt, és még már nem. Kész volt utána, többet nem, tehát már, és ebből adódóan az ő dadogása is nagyságrendekkel csökkent, mert már őt ez nem idegesíti, már ő neki megvan egy biztonságérzete, tehát már van egy helye, amit a társadalom elfogad, és igenis, hál' Istennek a mai társadalom, legalábbis a gyerek társadalom, azt, akinek ilyen karja, azt azért úgy elfogadja, mert nem szeretne. Jó, de akkor ezek szerint azt mondod, hogy oké, neked, meg anyukának, meg az ismerősöknek, meg az iskolának volt abban szerepe, hogy egy olyan közeget alakítson ki, ahol mondjuk az, aki... Tízszeres valami... a túljelentkezés, kell még valamit mondanom? Ne, én nem azt akarom, hogy reklámozzuk ezt az iskolát, eszembe is se jutott, csak hogy magyarul azt mondod, hogy az iskolának ilyen értelemben van egy olyan feladata, akár az általános iskolának, akár a gimnáziumnak, aztán hogyne. Később az egyetemnek, hogy a szemléletét is formálja. Lenne egy olyan, tehát ne csak tanítsa, olyan, hanem kvázi pedagógiai szempontból a szemléletét. Pontosan, hát kultúrát, sugározzon kultúrát. Nekem az anyukám tanítónéni volt, és nyomorúságos körülmények között éltünk. És ma is meggyőződésem, hogy a mai világban is, aki pedagógus pályát választ, az nyomorúságos körülmények között él. Na hát ez nagyon-nagyon hagyja. Tehát, hogy ezzel az iskolával, ha valamit, akkor legalább egy picit sikerült elérni azt, hogy megfelelő pénz áll a rendelkezésre, hogy a tanárok jól meg legyenek fizetve, egy, kettő, hogy szabadon taníthassanak. És ez azt jelentette, hogy Magyarországon tudomásom szerint 10 iskola vagy iskola rendszer, mert van olyan iskola, ami rendszerre sikerült kiépíteni az iskola rendszerét, de összesen 10 iskola kapta meg azt a jogot, hogy végig gyötörte magát az oktatási procedúrákon, hogy neki saját tanterve lehessen. Saját gondolataiságát a tanárok úgy adhassák elő, ahogy éppen nekik jó, csak előtte azt le kellett persze írni. Ez nagyon helyén való, tehát nem, nehogy arra gondolja most valaki, hogy én itten támadni akarva meglődni. Nem, ehhez több kell, ehhez több pénz kell, több, hogy hívják kell, olyan tanárok ennek, akik naponta nem változtatják az állásukat, tehát ott ragadnak, hiszen a gyerek ott van, 5 évig ott van a keze között, és nagyon fontos, hogy a gyereknek kell kialakuljon a tanárral egy ilyen nagyon intim, jó kapcsolat, és az, hogy a gyerek tegeződhet a tanárral, mint a szüleivel, ez nem azt jelenti, hogy degradálja a tanárt, hanem közelebb engedheti. A tanár megengedheti a gyereknek, hogy gyere közelebb hozzám. És amikor legutóbb ott voltam, és a kerületi oktatási, meg a vezető, a 14. kerület vezetősége ott volt, és ott lehettem, és beszélgettünk a kiemelt néhány ki pedagógussal, meg a iskola vezetőjével, meg a kerületnek az oktatási emberek. Tehát egyszerűen egy baráti beszélgetés volt, ami hál' Istennek előfordulhat, és teljesen normálisnak tűnt.
Belép egy gyerek, és azt mondja, hogy sziasztok. És elnézést kérek, de úgy 12 van, és nem itt lesz a mi óránk. És akkor úgy beszélgetés volt. Nem az, hogy menj a francba, nem látod, hogy ez nem ilyen volt. Az egész olyan volt, hogy jaj, nem, akkor már megyek is, mert akkor keresek egy másik osztályt. De különben te hogy látod azt egyébként, hogy ma Magyarországon, de nem csak Magyarországon, mert nyilván látsz azért példákat külföldön, mi az, amit most kellene tanítani a gyerekeknek tudásban, képességben? Kultúrát. Csak kultúrát? Tehát... Ez a kultúra, ez nagyon sokrétű. Ahogy hívják, ott láttam a gyerekemet, Amerikában járt középiskolába, megtehettem, hogy Amerikába menjen középiskolába. És ott kérem szépen, azt kell mondanom, egy alsó középosztálybeli iskola. Mikor mondták nekem, hát én elhúztam a számot. Most mi a francnak, még ki az én gyerekemnek, rengeteg pénz és a többi. Na, amikor ott megérkeztünk, úgy szerveztem az utamat, hogy az Egyesült Államok egyik vezetője meghívott, és de akkor olyan 4000 kilométert még utaztam az Egyesült Államokon belül, hogy megnézem a gyerekemet, hogy hogy állja meg a helyét. Ott egy szöget nem lehetne kicserélni az Egyesült Államok középszerű állami iskolája és a magyar bármelyik iskola között. Egyszerűen akkora a távolság, mindenben, a legkisebb innovációban is, tehát nem iskolapadokban ülnek a gyerekek, például. Tehát egy ilyen csepp alakú asztal, a tanár ül a, hol a legszélesebb, ott van a számítógép, és a gyerekek ülnek így. A tanár minden gyereket lát, mert ez egy csepp alakú asztal, itt nem takarja senki, semmit nem takar el. És 12-14 gyerek, akik az osztályban vannak. De amikor a tanárnak van egy másik íróasztala, ahol dolgozhat, tehát ahol a munkáját végezheti, itt meg tanít, mikor átül ide ehhez az asztalhoz. De nyugodtan lehet, ugye az osztályban ott vannak a labor, ott a megfelelő labor is ott van, tehát le tud ülni a gyerek ott, amikor a beszélgetés van, és oda tud menni a laborhoz, amikor. És a tanárnak még ezen kívül ott van egy asztala, és ott vannak olyan székek, amik kényelmesek, hadd ne soroljam az alapot. Tehát azt gondolod, hogy akkor ez az alapja ahhoz, hogy egyébként Amerikában sikerorientáltak az emberek? Is, igen, ez is. Tehát egyszerűen egész más a kapcsolati rendszerük. De az, hogy nézzük meg azt, hogy Amerikában egy iskolát, adott iskolát elvégzett mennyit keres, mennyi értéket állít elő, ez azért ennek a forrása, és nálunk mennyit keres, és óriásiak a különbségek. Mert lehet, hogy tehát ugye nem akarom azt mondani, hogy ugye azok a nagy magyarjaink, akik Nobel-díjasok voltak, és Amerikában lettek Nobel-díjasok, azért csak itthon szedték össze a tudásukat. Tehát az egy másik tészta, és nagyon elvinné a beszélgetésünket, hogyha én most erre kezdenék fókuszálni. De a nagy valóság az, hogy nagyon boldog voltam, hogy az én gyerekem kint Amerikában egy ilyen középszerű vagy egy alsó középosztálybeli iskolába szedte föl azt a kultúrát, hazajött, tehát hogy persze, hogy boldog vagyok. Minden esélye megvolt, hogy kint maradjon. Minden esélye megvolt, hogy Angliába állást kapjon. Valami miatt hazajött. Ez egy másik törött talán a család, csak egyéb dolog. De itthon úgy viselkedik, egy nagy vállalatnál komoly beosztásban van, nem a kürtbe, és úgy viselkedik, mint aki ott szedte föl azt a kultúrának nevezett ajándékcsomagot, vagy csomagot, amit itthon nem lehet ma egy átlagos iskolába fölszedni, mert nincs megfelelő
figyelem, és a többi, és a többi, és a többi. De most mondok egy sokkal érdekesebbet talán. Lekötött most engem az elmúlt hónapban egy film, ami az amerikai állami kórházat mutatja be, New Amsterdam a címe, mindenkinek ajánlom. Nézze meg, ez egy 20 óra, tehát nem egy, ugye? Szóval azért nem az én számból kéne hallani, hanem azt, hogy Amerikában a valóság közeli valami, ez a New Yorkban a legnagyobb kórház, de talán az Egyesült Államokban is a legnagyobb kórház, és hogy milyen elképzelések valósulhatnak meg jelen időben, egyáltalán hol áll, milyen szinten áll, és milyen innovációk zajlanak ebben az egész iskolában, és akkor csak gyorsan még erről a csodáról, amit nézhettem, hogy a kórház két legfőső vezetője, ugye, amerikai álom, persze, az egyik egy jó kinéző, fehér fiatalember, a másik egy jól kinéző, fekete hölgy, a kórház két legmagasabb szintű vezetője. És az egyik azt mondja a másiknak, beosztotta a nagyfőnöknek, hogy miért van az, hogy te mindig a legnehezebb feladatot választod ki? Miért van? A legnehezebb úton jársz. Tudod, azért, mert reménykedem, hogy onnan a legszebb a kilátás. Ez az, hogy ezt elmondhatja valaki, és azt mondja, hogy igen, mert nincs vége a demokráciának. Nincs olyan, hogy most kérem szépen, igen, most elláttuk a betegeket. És ebből adódóan, hogy nálunk minden úgy tűnik, mintha vége lenne. Kérem, Ed, és hogy az innováció, hát hogy? Hát nincs pénzünk, ugye nincs törlőnk, nincs, hadd ne soroljam, mit, az teljesen, és ott pedig, ott se tud mindent megcsinálni, de olyan megoldások tömkelegét mondják el egy nagyon jól felszerelt kórházban, csak ajánlom mindenkinek. Jó, de akkor arról, amiről te most beszélsz, abból számomra az következik, hogy ami a nagy különbség, hogy amikor az ember azt gondolná, hogy megérkezett, akkor azt gondolja, hogy dehogy érkezett meg, még csak az úton jár valahol, és folyamatosan kreatívvá válik, folyamatosan gondolkozik, megpróbál előre pontosan nézni. Pontosan. Beleláttál a fejembe, kinyitottad? Én arra nagyon alkalmas vagyok, úgyhogy vigyázz, hogy jó, arról van szó, hogy most elmentünk az állam által teljesítendő, hogy hiákokra, tehát az iskoláról kérdeztél. Hát átmentünk az egészségügyre, de igazából szerintem, de nem, amiről beszéltünk, át, az azt gondolom, az hogy ez nem baj, mert amiről beszélünk, az szerintem, és egy kórházat is nyugodtan tekinthetünk kvázi olyannak, mint egy cég, hiszen azt irányítani kell, és ott innovatív megoldásokkal kell appellálni a vezetőknek, hogy a gondolkodásmód, a kultúra az nem csak iskolában fontos, hanem cégekben is. Én tudom, hogy innen te most el fogsz menni egy olyan rendezvényre, ahol nagyon sok cégvezető fog tátott szájjal hallgatni mindenféle gyakorlati tanácsokat tőled, mered remélni, a vezetésről, a vezetői kultúráról. És engem az tényleg kifejezetten érdekel, hogy mi az, amiben te egyedit tudsz, mint vezető. Tehát mi az, amiben olyan előadást tudsz tartani, ami miatt rendszeresen hívnak téged ilyen fórumokra, és tanulni ezt akarnak tőled. Ezt nem tudok egyedi, tehát nem nincs ebben egyedi, hanem volt egy életutam, ami remélem még nincs vége, és ennek voltak állomásai, és nagyon jó is, tehát anyukám pedagógus volt, tényleg nagyon nehezen éltünk, de nagyon odafigyelt. Egyik legjobb középiskolába járhattam nekem. 62 volt az, amikor be kellett róla lépnem, és csak úgy vettek föl, ha már eleve csupa ötös a bizonyítványom, és akkor is még felvételiznem kellett. És egyetemi tanár szintű tanárok oktattak a középiskolába. Áldom a sorsomat. Ez melyik középiskola volt? Rákóczinak hívták akkor. Ez azok a tanárok, akik nem kaptak egyetemi katedrát, azokat ide vágták, és én ilyen jó november 7-e ünnepséget még soha nem hallottam, mint amilyet ezek a
reakciósnak nevezett magyar tanár, a Perényi tanár úr tartott, és benne van a fejembe a fő mondatai, a fő gondolatai. Nagyon-nagyon jó. Arról akartam beszélni, hogy nekem bennem nincs egyedi. Tehát az a vállala, a Szász Halombat az engem mérnöknek nevelt. Anyu úgy érezte, hogy a vegyiparnak van jövője, puff, és ő tettben, amint fölvettek az egyetemre, rögtön fölvettek, mert sőt, maximális pontszáma, de hogy abban, hogy fölvettek, anyu elvitt kézenfogva, és elvitt engem Szász Halombattára, hogy na, akkor te most ezeknek leszel a szerződéses embere. Tehát, hogy én olyan pénzt kaptam, mint anyu, aki 20 éve tanított. Azért az is egy szégyen. Már bocsánat kérek, ez 1971-ről beszélek, tehát vagy 66-ról 71-ig. Én minden hónapban annyi pénzt vittem haza, mint anyu a 20 éves pedagógiai, hogy hívják, a kémia, matematika, fizika szakos tanár volt, tehát három. Na mindegy. Nem menj nagyon messze, mert most még a nem vezetés megyek. Elméletre akarnálom. Jó, nem megyek nagyon messze, csak azt akarom mondani, hogy én vegyipari folyamatok automatizását tanultam. Magyarán vegyiparban automatizálj, és hogyan, hát mit az emberek kellenek, és a többi. És pont oda kerültem. Igen, én Szász Halombattán oda kerültem, kötelezően belemegküldtek engem egy ilyen mérnökovodába, és egy üzemet irányítanom kellett. Addig kellett ott lennem egy üzembe, amíg meg nem tanultam azt, hogy én irányíthattam. De ez nem csak én, ez mindenkivel így történt meg. Magyarán megtanultam azt, hogy hogy kéne ilyen marha nagyba gondolkodni. Az első nap egy kisrác oda jött hozzám, azt mondja, hogy milyen marha jó, hogy te ide jöttél a kézbe. Én mondom, mi az, hogy kézbe? Én nem látok is, hogy marha nagy csővezetéket, marha nagy, hogy állati nagy kuplerát látok. Szóval milyen jó, hogy te meg ide jöttél a kézbe. És lényegében folyamatosan tanultam azt, hogy hogy kell irányítani. Ebből adódóan észrevette egy főnököm, aki nagyon okos volt, és azt mondta, hogy figyelj ide, az oroszoknak van ma a legjobb optimalizáló programjuk. Ez 78-ban volt, vagy 76-ban volt, de én 78-ban kerültem ki. És kiküldött engem Moszkvába, a világ egyik legjobb, hanem a legjobb szürke állományába. Hogy tanuld meg, hogy hogy kell optimalizálni. Bocsánat, kérek, ez a szó mindenki idegesíti, de mindenki optimalizál. Te neked is az egész napod abból áll, hogy optimalizálsz. Abba, hogy a idődet próbálod meg úgy összerakni, a családodat próbálod úgy összerakni, a dolgaidat próbálod úgy összerakni, hogy egyik összeférjen a másikkal. Tehát ez nem egy olyan borzalmas dolog, de ennek nagyon komoly matematikája van, ennek nagyon komoly háttere van, nagyon komoly elemei vannak. És én megtanultam, hogy hogy kell egy üzemet irányítani, már az túl voltam azon. Kimentem, hogy tessék, csináld meg, hogy Magyarországon a motorbenzin gyártás az 200 alkatrészből kell összerakni 10 terméket, és próbáljuk meg már megcsinálni, mert az okos emberek szépen elmennek nyugdíjba, vagy meghalnak előtte, és utána ott van, és hogy kell ezt a 200 termékből összerakni. Mi lenne, ha a számítógép irányítaná? És akkor oda mehettem Moszkvába. És akkor én 2,5 évet úgy voltam ott, mint aki a föld fölött fél méterrel jár, hogy ennyi okos ember között tanulhattam azt, hogy hogy kell optimalizálni mit. Egy olyan problémát például, hogy az amerikaiak fölküldenek egy repülőt, és mielőtt még átérne Amerikából, tehát mielőtt még a Szibéria fölött van, addig lőjük le. És le is lőtték. És nem beszéltek senkivel, csak ez egy elképesztően bonyolult probléma. Na, ezt a bonyolult problémát velem megismertették, és hazahoztam, és ott az üzemet beindítottuk 83-ba. Beindult ez az üzem. Jó, tehát akkor magyarul, amit te mondasz? Megtanítottak, hogy hogy kell nagyiparban optimalizálni, nagy léptékben optimalizálni. Ez van. És én meg ezt próbálom elmondani, hogy kérem szépen, sokféleképpen lehet az életünket optimalizálni, ki jól érzi magát abban a kis környezetben, amiben, de folyamatosan kéne tanulni, mert egyre nagyobb feladatokat, tehát azért, hogy tud egy kemény dénes
13 embert optimalizálni csodálatosan. És ő a világ legjobbja. Na de hogy tud egy Bill Gates 140 ezret? Hát azért az egy kicsit más, az már egész más, ott már egész más. És miért nem akarjuk ezt megtanulni, vagy miért nem akarjuk, hogy miért akkor hisszük azt, hogy igen, abban a kis lavorban, amit Magyarországnak hívunk, most tök mindegy, amit nem akarok, Isten ments, hogy valakit is bántani, hogy miért nem. És ezt kérdezik meg, és én erről szeretek beszélni, hogy igen, fel tudom vázolni a nagy rendszert, azt le tudom vezetni kisebb rendszerekbe, és aztán rajtad múlik, hogy te ebből a készletből majd melyik eszközöket fogod használni azért, hogy a te szerkezeted működjön. De abban a pillanatban, amikor úgy érzed, hogy hoppá, ennél szeretnék jobbat, akkor tudd, hogy hova kell nyúlni, mi az az eszköz, ami. És az az eszköz, azt pedig el tudom mondani, az is egy amerikai találmány, és úgy hívják, hogy balance scorecard, amit a sokan utálják, hogy régi, meg otyák, meg mit tudom én, rohadt nehéz. Gondolatisága rohadt nehéz. Az a két pofa, aki ezt írta, egy Norton meg egy Kaplan nevű pofa, rég Nobel-díjat kaptak volna, ha egyszer az életükbe le tudtak volna írni egy alanyállítmány tárgy határozó jelző összetett mondatot ekkorát. De nem, egy oldal, egy mondat. Rohadt nehéz. Robert, mert egy mondatban viszont tudom, hogy hát ez nyilván nem lehet, de azért valahogy, tehát amikor azt mondod, hogy a balance scorecard az az eszköz, amihez hozzá lehet nyúlni, akkor hogyha csak egy mondatban, mert azért engem az nagyon foglalkoztat, meg szerintem azokat is, akik a vállalatirányítást nagyon jól összehozza az egész vállalatirányítását a pénzügyi modellel, ami feltétlenül szükséges, a stratégiával, ami feltétlenül szükséges, a emberi tulajdonságokkal, és ezek külön-külön rendszerek, aminek a rendszereknek egy nagy része úgy lineáris rendszerként elképzelhető. Tehát szorozni, osztani, összeadni, kivonni lehet benne. Na de abban a pillanatban, amikor az ember belekerül, akkor ez már nem az. És onnantól kezdve egy ilyen nem lineáris rendszert, hogy kell vele gondolkodni? Hát alapesetben se tudunk vele gondolkodni. Hogy tudunk rendszerbe állítani valamit? Ezt tanulni kell, ezt képesség kell, ez nem olyan, hogy csókolom én a hasamra ütök. Hát mennyi van, egy 3 percig, mert akkor mondok egy példát. Mondja, van, hát annyi bőre. Egy Dirac nevű angol srác 1930-as években Nobel-díjat kapott. Mire kapott Nobel-díjat? Arra, hogy ő észrevette, hogy vannak a berendezések, amiket soha nem tudta senki sem, hogy most hogy lehet összehasonlítani egy dízelmotort, egy gőzmozdonyt, egy mit tudom én, egy ilyen gépet, egy olyan gépet, és azt mondta a Dirac, gyerekek, nekem van egy egységes osztályozási rendszerem. Márpedig a eszköz bement, tök mindegy, hogy az egy gőzmozdonya vagy micsoda, az eszköz bemenetére egy marha nagy rúgást kell adni, jól meg kell rúgni. Azt úgy hívják, hogy Dirac, impulzus, Dirac, delta, tök mindegy, hogy mi. És ezután hogy viselkedik a rendszer? Magyarán a kimenetén mit csinál? Hát mondjuk egy gőzmozdony semmit nem csinál. Marha nagy gőzt engednek rá, hát majd, hogyha majd minden fölizzik, meg minden. Utána meg szép lassan elkezd menni, azt emelkedik, meg egyre gyorsabban, nem a végtelenségig, előbb-utóbb aztán már beáll. Na, ezt a függvényt úgy képzeld el, hogy ezt most mindenre fölállított, és Nobel-díjat kapott lényegében ezért most egyéb cifrákról. De ebből mi következik egyébként? Ebből az következik, hogy kérem szépen, amire én gondolok, és most az én innovációm, hogy arra gondoltam, hogy jé, ugyan így működik, mi is így működik, az emberek is. Tehát nem kell gőzgépet beállítani ebbe a Dirac impulzus sorba, vagy a Dirac rendszerbe, hanem az embereket is. Igenis, ha egy ember alapállapothoz kap egy hirtelen, egy marha nagy rugást, bármi lehet, az könnyű kitalálni, hogy mire gondolhat az ember. Hát mondjuk meghalt valakid. Puff, összeomlasz. Vagy, és akkor hogy viselkedsz? És van olyan, vagy kirúgnak a munkahelyedről, és van olyan, akinek ez a
átmeneti függvénye, vagy az átviteli függvénye, most ez mondjuk egyet mondok, az, amit a Dirac kitalált, ezt a két fogalmat, hogy átmeneti meg átviteli függvény, mondjuk az egyiket, hogy ez ilyen, hogy sokáig volt idő, aztán szépen megy fölfelé, aztán beáll valamire. Ez nálam is előfordul, meg mindenkinél. Mennyi idő alatt szedem össze magam? Engem például, amikor kirúgtak százszorongatán, nekem fél év volt a holtidő, meg se tudtam mozdulni, nem tudtam mire gondolni, csak magamat sajnáltam. Vannak olyan ismerőseim, például aki most vezeti a kürtöt, aki azonnal összerázza, megrázza magát, és nincs holtideje, vagy alig van, azonnal lép. És nem azt mondom, hogy a rossz a hosszú holtidő, vagy a nem, másmilyen. Mert igenis, azok mondjuk, akik az információ biztonsággal foglalkozik, és egy nagy céget át kell alakítani, az nehogy már hirtelen ugorjon bele valamibe, mert mire mindenkivel egyeztetni kell, a tőkét össze kell gyűjteni hozzá, amit kell. Tehát ez egy nagy, tehát ott az nem lehet csak úgy ripsz-ropsz. De igenis, amit gyorsan reagálni kell, mert hogyha betörtek hozzád, akkor nehogy kinyisd az ajtót még továbbra, hanem gyorsan le kell zárni. Tehát az emberekre is igaz ez a valami. Most attól, hogyha igaz, akkor már is az embereidet tudod úgy osztályozni, hogy Dirac impulzus szerint, és nem hiába kapta a Nobel-díjat az a Dirac, azt mondta, hogy na, használható ez nekem is. Mert... Jó, de akkor ez vezetőként mit jelent? Hát azt jelenti, hogy toborzás szempontjából, motiváció szempontjából. Minden szempontból, mindenkiről tudom, hogy igenis, hogyha sok hatás éri, mennyire tud. És ki lehet-e küldeni a frontra? Tehát amikor nyilatkozni kell, éppenséggel kiderül mondjuk, hogy a cégedben nagy adatlopás történt, és te éppen adatvédelemmel foglalkozol. Akkor azt kimered küldeni, aki ott lelkileg össze van törve, csak éppen mert ő a felelős vezető, és akkor oda is liheg majd valamit. Vagy pedig van valaki, azt mondja, hogy gyerekek, magunkon próbáltuk ki. Nem, hát most... Te voltál ilyen helyzetben, hogy ennyit mondtad, hogy magunkon próbáltunk ki? Százszor. Hát persze, hát miért? Hát már bocsánatot kérek. Hát, jó, nem tudom, hogy van-e... El nem akartam elmenni csak ennél a pontnál, csak azt akartam mondani, hogy egy olyan összetett rendszert, amit úgy hívnak, hogy Balance Scorecard, és a Harvardon dolgoztak ki. Kérem szépen, ezt a rendszert az Egyesült Államok kormányzati rendszerénvé átpofozták. 1996-ban és 99 óta működik. És azóta minden állami alkalmazottnak a homlokára van írva, hogy én neked akarok segíteni. Neked, az állampolgárunknak. Én azért vagyok, hogy neked segítsek. És ezt a rendszert átpofozták csillére. Kit érdekel? Csak egyszerűen az van, hogy tessék megnézni az interneten, hogy Csille hol tart ma. Tehát, mint a, hogy hívják, úgy megy előre, mert azt mondták, hogy meg akarjuk ezt tanulni, az állam erre hajlandó költeni marha sok pénzt, hogy ezt átképezi magát. És az Egyesült Államok állama is átképezte magát erre a gondolatiságra, hogy már pedig, és majd gyorsan összefoglalom azért, hogy na és mi ez a gond, mennyi időn van még? Hát szerintem most már lejárt, de nem baj, ne mondjad. Akkor csak gyorsan, ahogy elgondolod. Kérem, mi az érték? Miből állítod elő? Ezt mindenki magára is gondolhatja, a vállalkozásra is. Miből lesz érték? Miből élsz meg, magyarán? Mitől lesz? Hát tőled lesz. De mit kell tehenned ahhoz? Kik azok az emberek, akiktől ez az érték lesz? Ugye? Ez a kettő, ez magyarán ezért nem kellett volna ilyen sokat beszélnem, ez a mérleged. Tehát lényegében a pénzügyi mérleged, kiadások, bevételek, Igen, ám, de a harmadik már nem olyan. A harmadik az idővel, hogy a francba gazdálkodsz. Mert ugye ezt okos kimondani az időpénz, de az időnek is van három legalább diszkrét része, ami a paraszti eszedben benne van, hogy van egy ma,
ma kell eladnom a terméket, mert különben éhendöglök, de van egy holnap is piacon kéne maradnom, tehát már ma fejlesztenem is kéne, hogy hogy lesz holnap, tehát hogy ebben a hogyhogyákban nem tudok holnap bejönni, mert itt már ilyen-olyan, amolyan eszközöknek kell. És van egy olyan is, hogy holnap után mi a fenét akarok csinálni. És ott nem így kell gondolkozni, hanem úgy, hogy mi a stratégiám, abból le kéne építenem a fejlesztésemet, és abból a mai tevékenységemet. Ez az idő. Ez már egy háromdimenzió, ez már egy olyasmi, mint egy Rubik kocka, az is egy háromdimenziós valami. Na, de akkor még nincs vége, mert akkor van egy negyedik dimenzió, hogy kérem szépen minden egyes tevékenységedet bele kell tenni egy présgépbe, ami egy visszacsatolt szabályozás. És ehhez kell megtanulni, hogy mi az, hogy visszacsatolt szabályozás. Egy olyan szabályozási folyamatban, amikor eltervezek valamit, aztán végrehajtom, aztán a tervet meg a végrehajtást ellenőrzöm, hogy na, hogy sikerült, és abból innovációval megmondom, hogy na, a következő, hogyan csinálom meg a következő tervet, hogy az jobb legyen, az hasznos legyen, az jobban működjön. És minden egyes ilyenre, és most ott tartottunk, hogyha most egy Rubik kockán van, akkor most már minden egyes Rubik kockát, az 3x3x3, az 27, Rubik kockát be kéne tennem egy ilyen szabályozott rendszerbe. Kérem, ez nem olyan bonyolult, azt csak hiszem, hogy ez olyan rettentő bonyolult. Tudod, hány szabályozott rendszer van benned? 2000. 2000 orvosilag igazolt, hogy legalább 2000 van, mert 2000 enzimed van, az enzim meg nem más, mint egy katalizátor. Beteszed a kaját a szádba, azonnal beindul a gyomorsavad, és addig tart, amíg a kaját föl nem oldja. Abban a pillanatban nem tart, és ez 80 évig neked vidáman működik ez a katalizátorod, mert hogyha több maradna gyomorsavot, akkor szétmarna a gyomrodat. De nem marja szét, mert megoldottad. És a te rendszerbe kép, tudod az emberiség a Holdra küldéskor hány szabályozott rendszert rakott össze? Az volt óriási törő, 6-ot. 6-ot. És benned meg 2000 van. Tehát még nagyon messze van, és hogyha ez a 27 szabályozott rendszer, mondjuk, amit most mondjuk, hogyha mindegyik dimenzióban mondjuk a három esetet talán mondta, hogy kockába, akkor mondjuk 27 kockát kéne szabályozni. Hát ez már az emberek osztizik, hogy Atya Úristen, hát ezzel hogy fogok eljutni? Ezzel még sehogy, mert kéne egy ötödik dimenzió is, mert ez, amit elmondtam, ez csak lineáris dolgokról szól. Össze lehet adni, kivonni minden. A ötödik dimenzió pedig az az ember. Na és az ember az, akit te beveszel ebbe, és beültetsz megfelelő helyre, pozícióba, az hogy fog megfelelni ennek a darálógépnek? És hogy fog, mitől fogja ő élvezni ezt az egészet? És hogy fog, mitől fogja jó érezni magát? Na hát az meg egyáltalán nem lineáris rendszer. És hogy ebből egy jó eredmény jöjjön ki, ezt igenis össze lehet állítani, ezt oktatni lehet, ezt el lehet mondani, de az, hogy nem tudunk róla semmit, hanem csak azt mondjuk, hogy hát engem kineveztek vezetőnek, tehát én vagyok a vezető kus. Ez pontosan olyan mondat, hogy én már szülő vagyok, mert tudtam gyereket csinálni, kus, majd akkor majd én tudom, hogy hogy kell. Nem tudod. Bocs. Még hallgattalak volna. Legközelebb sokat, is, gyere. Jó, hát majd akkor legközelebb is felszívom magam, jó? Kürti Sándor volt a vendégünk.